Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az idei esztendőben immáron 7. alkalommal írták ki a Magyarországi Falu Megújítási Díjra a pályázatot, jelesül Pintér Sándor belügyminiszter. A hirdetés célja, hogy felkutassák, díjazzák, és ezzel reflektorfénybe állítsák azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbe mutató fejlesztési munkájukat. Nos, a pályázat eredmény hirdetéséről a szakmai zsűri időben gondoskodott, és nagy örömmel számolhatunk be róla, hogy a Magyarországi Falu Megújítási Díj első helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért 2017-ben Iszka-Szentgyörgy önkormányzatát illeti. Nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket, Gál Attila, Iszka-Szentgyörgy polgármestere. Üdvözlöm. És Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője. Szép napot, uraim! Ez remek hír, azt hiszem. Kezdjük talán azzal, hogy amikor egy település pályázik, hiszen tudjuk, hogy jó úton jár Iszka-Szentgyörgy, számtalanszor jártunk az elmúlt időszakban egy-egy fejlesztés kapcsán a településen. Mire gondol a falu vezetése, a település vezetése? Hát a pályázat kapcsán arra gondoltunk, hogy mi készek vagyunk arra, hogy megmutassuk magunkat országvilág előtt. És ugyebár a pályázatnak az is célja, hogy azt a települést, amelyik a legjobb és megnyeri a versenyt, az delegálja az európai pályázatra. Tehát gyakorlatilag most éppen azon dolgozunk, hogy elkészítsük azt a német nyelvű pályázatot, amely majd 2018-ban beadásra kerül, Szentpöltenbe kell kivigyük a pályázatunkat, és hát így Magyarországot képviselhetjük majd az európai megmérettetésben. Úgyhogy szerettük volna ezt a pályázatot megnyerni, ugyanakkor úgy éreztük, hogy az a pályázati motto, amivel most ki lett írva a verseny, ez két évente kerül kiírásra, az európaiak a Weiter Denken mottót találták, ami átfogóan gondolkodnira fordították a belügyminisztériumba, tehát hogy átfogóan gondolkodni, és úgy éreztük, hogy ez pont illik Iszka-Szentgyörgyre, a mi településünkre, és hogy örömmel vágtunk neki a pályázatírásnak. Képviselő úr, egy ilyen díj, egy ilyen rangos elismerés mindenképpen a honatjáé is, hiszen a parlamenti ciklusban nagyon sokat tesz azért, hogy a települések fejlődhessenek. De mégis fontos, hogy egy-egy települést, ha külön kiemelünk, akkor miként és hogyan tudja segíteni a települések munkáját általában? Most nem feltétlenül Iszka-Szentgyörgyre gondolok csak. Azt gondolom, és szeretettel köszöntöm a televízió nézőket, azt gondolom, hogy egy településnek kudarca van, akkor az a képviselő és a polgármester kudarca is, de ha öröm éri, akkor a képviselő és a polgármester öröme is, és ha régebbi időszakra visszatekintünk, akkor még szerintem a polgármester úr nem is gondolta arra, hogy elindul ezen a versenyen, ezen a megméretetésen, de mégis mindent megtett a település, és jó magam is, hogy a Iszka-Szentgyörgy települése fejlődjön. Emlékezünk, hogy még a 2000-es évek végén, 2010 körül még épült a kerékpárút, mentek a különböző útfelújítások, járdafelújítások, szobor került kihelyezése, most már az én ciklusom alatt is, tehát mindent elkövetett a település annak érdekében, hogy a lakosság megtartó erejét növelje, mindent elkövetett annak érdekében, hogy a munkahelyteremtésben részt venje, és elősegítse a lakosságot annak érdekében, hogy minél jobban meg tudja közelíteni a megyeszékhelyet. Ezáltal aztán félig meddig versenytársa is volt Fehérvárnak, mert ha azt nézzük, rengetegen építkeztek fehérváriak Iszka-Szentgyörgyön, nyilván azért, mert otthon érzik magukat. Ha egy országgyűlési képviselő közre tud működni annak érdekében, hogy egy település mind kulturálisan, mind mezőgazdaságilag, mind a munkahelyteremtésben a fejlődés útjára tudja segíteni a települést, azt gondolom az közös érdek, és ez irányba dolgozunk közösen polgármester úrral. Ehhez kapcsolódva kérdezném Gál Attilát, hogy tekintve, hogy ez a polgármesteri, a képviselő testületé ugyanakkor a közösségi, tehát a település valamennyi állampolgárái, akik nélkül nyilvánvaló, hogy egy ilyen pályázat nem megvalósítható, van, ez egyértelmű. Mit tesz a település közössége azért, hogy Iszka-Szentgyörgy valóban élhető, egy igazi mintafalu lehessen? De a település közössége kapcsán támogatja azokat a folyamatokat, amelyeket a képviselőtestület generál. Tehát gyakorlatilag, hogyha nem jó irányba mennénk, akkor egy közmeghallgatáson vagy egy testületi ülésen bizonyára hangot adnának, hogy nem jó az irány, és hogy amikor pedig találkozunk az utcán, ugye azért mégiscsak egy 2080 fős településről beszélünk, tehát
rengeteg alkalom van arra, hogy találkozunk, vagy egy tűzoltóegyesületi közgyűlésen, vagy egy labdarúgó meccsen, vagy egy óvodában, iskolában, ugye nekem gyerekeim révén érintett vagyok mindkét intézményben. Tehát megmondják, vannak visszajelzések, vannak visszacsatolások, ami fontos. Egyértelmű, hogy a lakosságra büszke vagyok, hiszen az iszkaszentgyörgyi porták rendezettek, túlnyomó részt szépek, virágosak, az emberek jó ízléséről tesz bizonyságot, és amikor itt volt a zsűri, ugye bejárta az egész falut. Hiába jó egy kerékpárút, amit képviselő úr említett, vagy hiába szép egy országút, amit szintén képviselő úr támogatásával sikerült Székesfehérvár Kincsesbánya között a 8202 jelű közutat megépíteni, ami egyébként egy 19 éves álma volt a közösségnek, hogy ott legyen egy körforgalom, és balesetmentessé váljon az a csomópont. De hogyha a zsűri azt látja, hogy nem társul az emberek jó indulata támogatása, akkor sajnos ezt a versenyt nem tudtuk volna megnyerni, úgyhogy egyértelmű, hogy ez a szentgyörgyi embereknek a közreműködésével sikerült, és hát azt gondolom, hogy most pedig örülnek neki, már kaptam is visszajelzéseket, holott nagyon friss még a hír. Nagyon jó hír, mindig friss és mindig örök. Viszont az álmokba, abba a gondolatsorba belekapcsolódnék, és tovább folytatnám, hiszen merjünk álmodni, mondom én, és azt gondolom, hogy ilyenkor a képviselő úr talán egyetért velem, hogy az álmok nagyon fontosak, és ahhoz, hogy megvalósíthassuk, a szűk térbeli határokat, mármint az egyes települések határait is érdemes figyelmen kívül hagyni, hiszen ön is országgyűlési képviselőként egy nagy egészben gondolkodik a térségben. De ehhez viszont pénz is kell. Abban, hogy állunk a pénzbeli segítség, illetve a pályázatok útján elnyerhető pénzben? Hál' Istennek az ország növekedési pályára állt. Idén azt gondolom, hogy több mint 4%-os növekedést fogunk elérni. Plusz ehhez hozzájönnek azok az Európa Uniós források, amelyek úgy a tobbai más és más egyéb forrásként ki lesznek még a folyamatban lévő forrásokat ki lesznek osztva a pályázatok útján. És azt gondolom, hogy ez az összes település gazdagítani fogja. De ami a legfontosabb, és itt kiemelném Fehér megyét, hogy azért Iszkaszentgyörgy mégiscsak egy olyan települési rangsorba lépett, mint mondjuk Tihany. Ugye 2 évvel ezelőtt Veszprém megyéből Tihany került ugyanerre a pozícióba, a kiválasztásra is indult egy európai versenyen. Ebbe a sorba beállt most Székesfehérvár szomszédságába Iszkaszentgyörgy. Azt gondolom, hogy ez annak is tudható be, hogy van egy Papenhely kastélya, egy olyan kulturális érték, amely felújításra szorul ugyan, de meggyőződésem, hogy a lakosság identitását hosszú évek óta, évtizedek óta növeli. Nagyon jó vélemény van Iszkaszentgyörgy sportjáról, mint ahol ezt polgármester úr ki is fejtette. Pályafelújítások voltak, játszótéren lett körbevéve, kiváló kulturális programok vannak, Szentgyörgy napokra gondolok, országos hírű vagy európai hírű politikusok látogatták meg, gondolok a finn nagykövetre, miniszterre, államtitkárra, mikor a kulturális központot avattuk, tűzoltóságot avattuk. Tehát mind olyan letéteménye Iszkaszentgyörgynek, amely a lakosságnak azt az érzetét növeli, hogy itt kell maradni, fejleszteni kell a települést, fejlődni kell, és a hagyományokat meg kell őrizni, és ez a verseny szerintem külön motiváció lesz az egész településnek, hogy be tudja bizonyítani, hogy valóban érdemes volt kiválasztani Fehér megye egyik csillagszemét, hogy induljon Ausztriába ezen a versenyen. Bármennyire is bűvös szó a globalizáció mostanság, ugye a helyi identitás erősítése rendkívül fontos, úgy is fogalmazhatnék, hogy a lokálpatrióta bizonyítják önök is, nem idióta. Játékosan fogalmaztam meg. Nos, mielőtt folytatjuk azért, ha már itt szóba került Tihany, hadd mondjam el, hogy a többi olyan települést, mert nagyszerű nevek felsorolhatóak, akik a falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért díjat kapták, tehát Deszk, Csongrád megyéből, Dunakiliti, már ismerős, Nagyvázsony Veszprémből, ennek külön örülünk, hiszen Nagyvázsonyhoz nagyon sok emlékfűz mindenket, Panyola Szabolcsból, Tetétlen Hajdubiharból, illetve Varsány Nógrádból. Emellett Bíri Csomád, Jakabszálas és Visonta, akik szintén egy más elismerést kaptak. Miként él ezzel a lehetőséggel Iszkaszentgyörgy, kérdezem, hiszen
ez a díj önmagában, ez egy papír, egy elismerés, egy nagyon rangos díj, de akkor is csak az. Hogyan lehet folytatni azt a munkát, amit megkezdtek, ahogy itt képviselő úr elkezdte a Papenhely kastély felújításával és a többi? Hát mindenképp egy ilyen díj motivációt ad a lakosságnak. Én azt gondolom, hogy engem is motivál ez a díj arra, hogy most már 24 órája nézegettem a magyar nyelvű pályázatot, hogy mi az, amit hogyan lehetne javítani, mit kell átalakítani, hiszen most már nem Budapestre versenyzünk, hanem most egy európai szintre léptünk, és ugyanakkor már foglalkoztat, nézegettem a jövő évi normatívákat, hogy honnan tudnánk egy kis pénzt szerezni, hogy jobban virágosítsunk, szebb környezet fogadja azt a nemzetközi zsűrit, amelyik május-június folyamán fog hozzánk látogatni. És amint ez megtörténik, tehát amint szebbek leszünk, én azt gondolom, hogy ez a lakossággal közösen fog menni, tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez egy újabb lehetőség lehet akár arra, már ugye gondolatban foglalkozok is vele, hogy hát például a Virágos Magyarországért díj, amin az idei esztendőben az egyik Fejér megyei település Lajos Komárom nyert, illetve Veszprém, és ugye Székesfehérvár is nagyon erős játékosa a mezőnynek. Hát milyen izgalmas lenne, hogyha május-júniusban amúgy is kicsinosítjuk, kiszépítjük a falunkat, adott esetben azt mondani, hogy na, kapjuk össze magunkat, és akkor már gyűjtsük be azt a Virágos Magyarországért díjat is. Tehát én azt gondolom, hogy evés közben jön meg az étvágy, és mindenképp nem célként tekintünk erre a díjra, hanem eszközként arra, hogy Európában, ausztriai megmérettetés során majd nekünk magyaroknak barátokat szerezzünk, Magyarországnak barátokat szerezzünk, Iszka-Szentgyörgynek barátokat szerezzünk, a mi kis régiónak itt a Móriárokban barátokat szerezzünk, de ugyanakkor szeretnénk azt is, hogyha további versenyekben is jól tudnánk szerepelni. Mert hogy ezzel a díjjal gyakorlatilag mi eljutottunk oda, hogy két év múlva már nem indulhatunk, résztvevői lehetünk úgymond a meghívotti körnek, de már nem adhatunk be pályázatot azáltal, hogy megnyertünk egyszer a fődíjat. De azért példaképnek lenni jó. Képviselő úr, májusban, amikor majd jön a rangos nemzetközi szakmai grémium, akkor a következő ciklusának az elején jár, miként tekint vissza, tehát kérdezem azt, hogy a következő időszakban, tehát januártól nyilván megy a felkészülés, és nagyon sok mindent kell még tenni, miként lehet anyagi forrást teremteni arra, hogy Iszka-Szentgyörgy tényleg elérhesse vágyait, céljait? Hát először is a következő ciklus az majd a választói bizalomtól függ, és azt gondolom, hogy mindig a választók 4 évente döntenek a képviselő sorsáról, és véleményt formálnak a szavazófülkében, hogy végezte a dolgát. Másrészt kicsit visszakanyarodva, vannak idősebb és fiatalabb települések a választókörzetemben, ugye 29 település van, például Kincsesbánya 50, valahány éves település, Iszka-Szentgyörgy pedig egy ősi település. Emlékszem rá, amikor polgármester úr meghívott a Szentgyörgyiek nevezetű települések csoportjának találkozójára itt Iszka-Szentgyörgyön, ott Mezőszentgyörgy és egyéb más települések is itt voltak. Ezek majdnem mind ilyen Magyarország tekintetében ősi településeknek voltak hívható, régi épületekkel, meghonosított kultúrákkal, és ha ezeket a Iszka-Szentgyörgy megfelelően tudja ápolni, azt gondolom, hogy ez hosszú távon biztosítja azokat a gyökereket, amelyekhez viszont az egy képviselő, és akkor rákanyarodok a kérdésére, ha májusban országgyűlési képviselő leszek, különböző pályázati lehetőségek vannak. Nem minden évben nyer egy település, van mikor ez a település nyer, valamikor az, de vannak belügyminisztéri források, VPN források, más források. Egyszer-egyszer mindig rákerül valakire a sor, és azt gondolom, hogy Iszka-Szentgyörgy ugyan hektikusan, hol többet, hol kevesebbet nyert, de azért biztos vagyok benne, hogy azok az elképzelések, amelyeket polgármester úr felvázolt, azok hosszú távon úgy pozícionálják a települést, hogy csak győztesen jöhet ki belőle. Én azt gondolom, hogy azon kell fáradoznunk, hogy ez így legyen. A fenntartható fejlődés zálog a talpontja, ahogy tetszik, az innováció, a kreativitás. Minden talpalatnyi lehetőséget helyett ki kell használni nyilvánvaló ehhez a munkához. Itt van a megújuló energia ügye. Azt hiszem, hogy ebben is részt vesz majd a település.
Hát a megújuló energia ügyében egy abszolút jó hírt kaptunk ma, úgyhogy én, képviselő úr említette nekem, úgyhogy én át is adom a szót képviselő úrnak, mert úgy illik, hogy ő mondja ezt be. Hát, hogyha lehet, ha szabad. Hát vélhetően jó pontozáson esett át Iszka-Szentgyörgynek a pályázat, energetikai pályázaton, és mintegy 74 millió forintot nyert energia takarékos épületfelújítása Iszka-Szentgyörgyön, de vannak még más VP-s pályázatok is benne Iszka-Szentgyörgynek. Bízunk benne, hogy közös erővel tudunk azért tenni, hogy ezek a pályázatok is forráshoz jussanak. Mint már említettem, ez mellett, ami számomra nagyon fontos, és szerintem a legnagyobb lépés Iszka-Szentgyörgy és polgármestere annak érdekébe tett, hogy bekerül a országos vérkeringésébe, ország vérkeringésébe a település azzal, hogy a kerékpárút Székesfehérvárt elérte. Ugye Székesfehérvár már rá van csatolva a Velencei tóhoz, és mint tudjuk, be lesz csatolva Székesfehérvár a Balatont elérő kerékpár utasforgalomba. Ezzel gyakorlatilag, és Velencei tótól viszont meg lesz majd Budapestig, ezzel gyakorlatilag ezzel a sporteszközzel, vagy szabadidős eszközzel az ország legfontosabb pontjait Iszka-Szentgyörgyről is el lehet érni. Kerékpárutat építenek Iszka-Szentgyörgy mellett majd Kincsesbányán, előbb-utóbb bízom benne, hogy a kastélyos települések elérik egymást, gondoljunk bele, hogy akkor Székesfehérvár, Iszka-Szentgyörgy, Fehérvár, Csurgó, Podajk, aztán Mór és Csukakő között már megvan, Csukakőkő és Csákberény között már megvan, szép lassan körbeérünk. Én büszke vagyok arra, hogy a választókerületemben olyan települések vannak, akik könyökölnek és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a település fejlődjön. Néha még rugdalják is a képviselőt, hogy dolgozzon érte. Nyilvánvalóan az a dolgom, hogy ezt ezután is teljes erőbedobással tegyem, és hát közösen megkeressük azt a szempontrendszert, amely mellett a település fejlődni tud. Nos, uraim, ehhez kívánok jó egészséget, erőt, egészséget, lesz dolgok bőven jövőre is, azt gondolom. Gratulálok még egyszer mindannyiunk nevében, minden Fejér megyei nevében, hiszen ez remek eredmény, és mindannyiunknak érdeke, hogy Iszka-Szentgyörgy tovább fejlődjék, épüljön, szépüljön. Áldott békés karácsonyt kívánok mindnyájuknak, munkatársaiknak, családjaiknak. Köszönöm, hogy megtiszteltek. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, mégpedig a témánk, hogy magyarországi falu megújítási díjat kapott ez évben, 2017-ben Iszka-Szentgyörgy település. Gratulálunk minden Iszka-Szentgyörgyinek. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok. Viszontlátásra.